Sziasztok, én Szabó Benedek vagyok, és a Lehet, hogy rólad álmodtam című új lemezünkről fogok most beszélni. Amit itt vettünk föl a Kepler stúdióban, nem hogy itt vettük föl, hanem konkrétan ezen a pianinon játszottam föl a zongora témákat, és itt mögöttem ezen a keverőn kevertem Miskolci Marci a lemezt. Hát ez nagyon más lemez volt, mint az eddigi galaxisok lemezek, főleg azért, mert én tavaly tavasszal kezdtem el zongorázni, tanulni. Úgyhogy jóval nagyobb kihívás volt felvenni ezeket a számokat, mint az előzőeket, viszont éppen ezért egészen másféle számokat is írtam, és egészen más, hogy hangszereltük meg őket. Az első szám címe az, hogy Előestéjén. És ez úgy indult, hogy mi csináljuk a Sallai Lacival a Sallai Szabó nevű duóestünket, aminek keretein belül jól rosszul, de inkább rosszul el szoktunk játszani számokat, ilyen feldolgozásokat, és egyszerre Laci elhozta a Procol Harumtól a Pilgrim's Progress című számot. Otthon szórakoztam ezzel, és akkor kitaláltam, hogy legyen egy ilyen, hogy... És akkor ugye így kezdődik a szám, ami... Így jön a verzi ennek a számnak, és amikor kész lett, akkor megírtam a Lacinak, hogy írtam egy Máté Péter számot, mert van benne ez a rész, hogy... És ez annyira jellegzetesen szerintem ilyen 70-es évekbeli magyar dalszerző énekes és hangnemváltás, és ugye itt van ez a rendkívül pátoszos ilyen refrén, hogy jó lenne otthon lenni már. És, úgyhogy ez a mi személyes Máté Péter számunk most már ilyen is van, és a végén, és van benne ez a szóló, amiről nekem valamiért ilyen francia családi filmeknek a hangulata jut eszembe, hogy mit tudom én, azt hiszem így van. Maga a szám az arról szól, hogy az ember megy haza este, és úgy éppen nagyon könnyűnek érzi magát, de közben a világ elég szar. Miközben ahova megy, az valami jó dolog, és az egész lemez egy kicsit erről szól, hogy tudjuk összeegyeztetni az életünkben történő jó dolgokat azzal, hogy közben egyébként globálisan elég rossz dolgok történnek. Válaszok nincsenek, csak kérdések.